Évente két alkalommal is tart gála műsort a Sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola. Hagyományosan, karácsony alkalmával, valamint a tanév végéhez közeledve. Érthetően ezúttal az utóbbi kapcsán léptek színpadra a táncosok, óvodás korúaktól a középiskolásokig. A műsor szerkesztésekor arra is törekednek, hogy a program hosszúsága miatt érdekességekkel tudják lekötni a közönséget. Természetesen az egész éves munkáról igyekszünk számot adni. Valamennyi csoportunkat felléptetjük ilyenkor, valamennyi táncosunkat színpadra szerkesztjük, mondjam így. És hát egy olyan műsort, egy olyan változatos műsort igyekszünk készíteni, amely természetesen a nézőknek is élvezetes és fogyasztható. Sárospatakon jó utánpótlása van a néptánc mozgalomnak, népszerűsége töretlen a fiatalok között. De nem csak mozgásról van szó, a népi kultúrát is megismerik a táncosok. Nagyon sokan foglalkoznak néptánccal, és ez azt gondolom, hogy ez pozitív, hiszen más, nem csak tánccal foglalkoznak, hiszen folklórismerettel foglalkoznak, megtanulják, hogy melyik tájegységhez milyen viselet tartozik, azt hogyan kell viselni, tehát ez is nagyon fontos, azt gondolom. A népzenével is találkoznak, a népszokások világával, hiszen sok feldolgozásban, sok színpadi műben vagy gyerekjátékokat, vagy népszokásokat, vagy éppen akár népmeséket is dolgozunk föl. Tehát egy olyan komplex világgal találkoznak, amivel máshol nem nagyon. A néptánc gálán 12 csoportban léptek színpadra a táncosok. Csak nem 300 fiatal mutatta be tudását, melyet a tanév során elsajátított a művészeti iskolában.